Laptop az első éves nappalisoknak, ingyenes nyelvtanulás, kollégiumi férőhely, számos ösztöndíj várja a Nyíregyházi Egyetemre jelentkezőket. Az intézmény népszerűsége évről évre nő. Tavalyhoz képest közel 20%-kal többen kezdik meg tanulmányaikat itt szeptembertől. A paletta széles, 22 alapképzési, 6 felsőoktatási szakképzési és 3 mesterképzési szakot indít az egyetem, tájékoztatott az oktatási rektor helyettes. Az alapképzési és a felsőoktatási szakképzési szakok voltak a legkeresettebbek. Itt mutatkozott a legnagyobb létszámemelkedés. A legnépszerűbb szakok azért az országos trendeket követik nálunk is, a gazdálkodási és menedzsment szak, a mérnök szakterülete Nyíregyházának azért saját brendje, a repülős képzés és ennek a jelentkezési számai most is magas számokat mutatnak, de emellett még a óvópedagógus és a programtervező informatikus szakok azok, amelyek népszerűek, de azt látjuk, hogy a számokban, bár nem olyan dinamikus emelkedésben, de a tanárképzési szakok száma is egy picit, minthogyha elmozdultak volna pozitív irányba. Az általános felvételi eljárás során eddig 1030 hallgató nyert felvételt a Nyíregyházi Egyetemre, közülük 880-an állami ösztöndíjas formában. Levelező tagozaton több mint 600-an, nappalin pedig 421-en tanulnak majd. Anglisztika szakon már a távoktatási forma is igénybe vehető. Idén országosan közel 100 000 diák jelentkezett a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. Fontos, hogy aki lemaradt, vagy nem vették fel egyik helyre sem, az július 26-a és augusztus 5-e között pótfelvételi eljárásban is jelentkezhet. A Nyíregyházi kampuszon az általános eljárásban meghirdetett szakok mindegyike elérhető a pótfelvételin is. Érdemes azonban alaposan tájékozódni a www.felvi.hu oldalon. Több szakon ugyanis az államilag finanszírozott képzésre is lehet jelentkezni. Idén is lehetőség nyílt arra, hogy bizonyos képzési területen belül bizonyos szakjainkat állami formában hirdessünk meg. Ilyen képzési terület például a pedagógus képzés teljes vertikuma, hiszen alapképzésen, illetve osztatlan tanárképzésen is, például akár az óvodapedagógus, akár a tanító, vagy a teljes osztatlan szakpáros tanárképzési szakjainkat meg tudtuk hirdetni állami formában is. Hasonló helyeket kaptunk még a műszaki, illetve az informatika képzési területre is, úgyhogy én bátran ajánlom, hogy jelöljék meg akár az állami, akár az önköltséges formát, hiszen a póteljárásnál azt tudni kell, hogy egyetlen egy felsőoktatási intézmény egyetlen egy képzését lehet megjelölni, viszont egyetlen jelentkezésnek minősül akkor is, ha az állami helyet vagy az önköltséges formát jelöli meg a jelentkező. A pótfelvételire is az e-felvételi rendszerben lehet jelentkezni, hiánypótlásra azonban ilyenkor már nincs lehetőség. Vagyis augusztus 5-éig minden dokumentumot, többletpontra jogosító nyomtatványt fel kell tölteni erre a felületre. A ponthatárokat várhatóan augusztus 24-én teszik majd közzé.